nem jó kedvünkben jeleztük azt, hogy március 15-én tüntetni készülünk, hanem azért, mert úgy látjuk, hogy nem hagyott más lehetőséget a számunkra a magyar kormány. Azt gondoljuk, hogy nem jók a jelenlegi intézkedések, és a következő, az új világrend kialakítását szolgálják azok a magyar gazdaságot lezáró intézkedések, amelyeket a mai nappal elrendelt a kormányzat. Éppen ezért azt kérjük a kormánytól, hogy azt a két javaslatunkat, amelyet már korábban is tettünk, az fogadja meg. Az egyik javaslatunk a járvány szolidaritási adó bevezetése. Amennyiben a járvány szolidaritási adót bevezeti a kormány, vagy legalábbis ezen a héten bejelentik a szándékát, akkor lefújjuk a március 15-i tüntetésünket. A járvány szolidaritási adó kivetését elsősorban a gyógyszeripari cégekre, a digitális óriás cégekre, mint például a Facebook, a kaszinó tulajdonosokra, illetve a hipermarketekre, a multinacionális cégekre szeretnénk, hogyha a kormány kivetné, ugyanis ezek a cégek a koronavírus haszonélvezői. Szeretnénk, hogyha az ebből származó bevételeket a magyar gazdaság megerősítésére költené a magyar kormány, például bér emelésekre, bér fejlesztésekre. Szintén azt kérjük a magyar kormánytól, hogy legalább a jelenlegi dél-koreai szintű intézkedéseket vezessenek be, és ne a gazdaság teljes lezárása felé mutató intézkedéseket. Jelenleg is Dél-Koreában, ahol sokkal jobbak a járványügyi mutatók, nyitva lehetnek az éttermek, az üzletek, mehetnek majd a gyerekek iskolába, középiskolákat nem fogják bezárni, illetve számos rendezvényt, akár magán, privát rendezvényt is meg lehet tartani Dél-Koreában. Sokkal szabadabb az élet Dél-Koreában, miközben sokkal jobbak a mutatók, sokkal kevesebb a megbetegedések száma, sokkal kevesebb a halottak száma. Tehát, hogyha ezen a héten ilyen irányú bejelentéseket tesz a kormány, akkor készek vagyunk akár arra is, hogy lefújjuk a március 15-i részvételünket, tüntetésünket. Ez az egy hét rendelkezésére áll a kormánynak. Amennyiben a kormány nem jelenti be ezeket az intézkedéseket, akkor viszont március 15-én az utcára fogunk vonulni.